Berek, a napelemes GPS-es jeladós turmenti fehér gúlya azzal ünnepelte 2016. március 15-ét, hogy kissé megkésve, de megkezdte hazafelé tartó tavaszi vonulását. De szó lesz a szatmári fekete gúlya vándorútjáról is. Szabó D. Zoltán ornitológust várom a stúdióban. Szabó D. Zoltán a vendégem, szervusz! Szervusz, köszöntöm a nézőket is! Na hát ugye ott van a Túr névre keresztelt szatmári fekete gúlya, akiről tudjuk, hogy tavaly augusztusban engedtétek útjára, és a Berek, a fehér gúlya, ő is túrmenti amúgy, ő már ilyen különleges GPS-szel rendelkezik, ami Romániában az első. Na, róla biztosan tudjátok, hogy már elindult hazafelé. Igen, valóban. Mind a két gólyára egyébként hasonló típusú jeladó került. Ezeknek az az érdekessége, különlegessége, hogy már nem egy műholdas rendszert használnak a kommunikációra, hanem a mobiltelefonos térerőt használják fel, gyakorlatilag üzeneteket, szövegüzeneteket, SMS-eket küldözgetnek a tartózkodási helyükről. Túr és Berek mindketten a szatmári... De ezt hogyan küldözgetik? Bocsánat, mert most úgy beszéltél róluk, mintha egy ember lenne, aki SMS-t küld neked. Gyakorlatilag egy készülék, amit a gólyáknak a hátára rögzítünk, egy ilyen könnyű hámmal, és hát ez egy ilyen pici néhány grammos készülék, aminek a tetején egy napelemborítás van, ez biztosítja az áramellátásukat, és van benne egy GPS, gyakorlatilag egy helyzet meghatározó készülék, ami szinte már minden mobiltelefonban is megtalálható. Ő rögzíti naponta, be tudjuk állítani általában 6 alkalommal, 2 óránként nappal rögzíti a tartózkodási helyét a madárnak. És az így néz ki, amint a melletted lévő ábrán látható, tehát ez a... Hát ez a nyomvonalát mi összekötjük, ugye összesen elküld naponta 6 pontot mondjuk, hát ezeket a pontokat mi összekötjük azért, tehát magát az egész útvonalat nem rögzíti, csak pontokat küldözget. Persze be lehet állítani sűrűbb jeladásra is, de ennek igazából nem láttuk értelmét ebben az esetben, meg ezzel kíméljük az elemnek a életidejét is. Tehát egy gyakorlatilag egy ehhez hasonló képet kapsz. Igen, küldözget egy ilyen képet magáról.
Ennek a vizsgálatnak egyébként nem a vonuláskutatás volt az elsődleges célja, hanem az, hogy a turmenti természetvédelmi területen, a területnek a gondnoka, aki a Szatmár-Németi Erdélyi Kárpát Egyesület, szerette volna megtudni, hogy pontosan melyek azok a helyek, élőhelyek, itt most tocsogókról, nedves kaszálókról, de mezőgazdasági területekről is beszélünk. A költési időszak alatt, tehát áprilistól július végéig, augusztus közepéig milyen helyeket használ, és az abban fogja őket segíteni, hogy jobban tudni fogják, hogy azokat a helyeket kell akkor nagyobb védelemben részesíteni. Itt igazából a fekete gólya volt az igazi célmadarunk, hogy így fogalmazzak. Ez egy jóval ritkább, jóval félénkebb, alapvetően erdei faj. Ő ritkábban is kerül a szemünk elé, tehát én azt hiszem kevés ember mondhatja el magáról, hogy látott fekete gólyát. Igen, a fekete gólya egy nagyon félénk tartózkodó, embert kerülő madár, és hát eleve erdőben fészkel, ahol nem vesszük észre annyira könnyen. Ahhoz képest nem egy annyira ritka madár, figyelni kell valóban. Tehát még a madarászok sem látják őket annyira gyakran, akik pedig elég sok időt töltenek kint. Tehát ő volt a cél, az eredeti cél, túr, a fekete gólya. Velem mi történt? Ő már elindult hazafelé? Túra fekete gólya, ő egy érdekes történet, egyébként maga vonulása is érdekes volt, ugyanis elindult elég határozottan délnek, augusztus közepén már, és aztán valahol Bukarest és Konstanca között félúton, ott valahol az autópálya előtt visszafordult, és utána elindult a Duna-deltába, ott töltött egy olyan szinte 3 hetet, szedegetett, tehát látszott a mozgásán a küldött koordinátáján, hogy nagyon keveset mozgott. Aztán utána követte a klasszikus gólya útvonalat, és Egyiptomban, a Níluson van ez a nagy Asszuáni gát, meg a Nasser tónak hívják azt a hatalmas gyűjtőtavat, annak a magasságában eltűnt, elveszett, tehát akkor küldte az utolsó koordinátát magáról. Ilyenkor mi történhet? Most a nézőket ne tévessze meg, fehér gólyát látnak, nem feketét. Mi történhet ilyenkor? Hát a legpesszimistább forgatókönyv szerint elpusztult a madár, az optimista forgatókönyv szerint a készülék romlott el, most a kettő közül valamelyik megtörténhetett, vagy leesett róla a készülék, vagy meghibásodott, vagy elpusztult a madár. Tehát előfordul, ugye ezek felnőtt madarak körében azért a mortalitási, elhalálozási ráta azért jóval kisebb, tehát nagyobb esélyük van visszatérni, mint a fiataloknak, ezért is tettük felnőtt madarakra ezeket a egyébként elég drága készülékeket, de hát elpusztulhatnak. De most már, hogy készüléket is rátettétek, ugyebár, de először meg kell fogni azt a madarat, hogy rátehessétek, ez mennyire bonyolult? Ez felnőtt madarak esetében bonyolult, hogy a fiókkal sokkal egyszerűbb lenne, hiszen ott ülnek a fészekben, nem tudnak repülni, felmászunk és egyszerűen rákötjük a hátukra. Felnőtt madarak esetében ez egy kicsit bonyolultabb, hogy óvatosan fogalmazzak, hogy egyszerűen. Megvártuk, amíg a fiókák elég nagyok lesznek biztonság kedvéért, itt nagyon nagy óvatossággal kellett eljárni, főleg a fekete gólya esetében, aki eleve egy félénk madár. Egy nagyon gyorsan működő távirányításos csapdát szereltünk fel a fészekre gyakorlatilag, és ott fogtuk meg őket. Ez milyen csapda? Háló vagy? Ez egy ilyen csapuháló. Igen, aminek van már egy, hát magyarországi, csehországi ornitológus kollégákat kértünk meg, hogy segítsenek ebbe. Hát elmentünk hozzájuk, és nagyon-nagyon aprólékosan kidolgoztuk az egésznek a menetrendjét, és nagyon egybehangoltan, összecsiszoltan, olajozottan, gyorsan, nagyon rövid idő alatt próbáltuk ezt megoldani. Úgy tűnik, hogy ezzel a résszel nem volt gond, az sajnos nem áll a mi erőnkben, hogy védjük a gólyát afrikai telelő területéig. Tehát a gólyát, a madarat nem zavarja, nem gátolja a táplálkozásban, repülésben annyira, könnyű kis műszer. Most nagy zolás lenne azt mondani, hogy ez egy teljesen ártalmatlan dolog, és a madarat nem zavarja. Úgy tűnik, hogy nem, szerencsére. Olyan madaraknál, akik aktívabban repülnek, mint sólymok például, ott úgy tűnik, vannak arra utaló jelek, hogy zavarhatja őket. Valamennyire a madarat, annak ellenére, hogy ott is már nagyon sokat megjelöltek, és látszólag nincs gond velük. A gólya viszont egy nagyon nagy testű madár, és ő eleve nem repül aktív száncsapkodásokkal hosszú ideig. A gólya nem cikázik össze-vissza a levegőben. Így van, a gólya vitorlázva repül, nem
repülés közben szerzi a táplálékát, hanem mindig szedegetve valahol, tehát lábon járkál, és ahogy a képen is láthattuk, lecsap időnként, és felszed valamit. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy nem, ez őt nem zavarja a további életében. Persze nem egy kényelmes egy hámot viselni valószínű, mint hogyha örök életében egy kis hátizsákkal kellene járjon, de nem nehéz, és a mozgásban nem zavarja. Milyen szakmai kapcsolatban álltok nemzetközi ornitológusokkal? Itt említetted, hogy a csehekkel is, magyarországiakkal is folyamatosan kapcsolatban vagytok. Így van, ez egy folyamatos kapcsolat. Elég kevés az az ember, aki ilyesmivel foglalkozik, és jól megtaláljuk egymást. A fekete gólyás embereknek van egy eléggé jó összetartó hálózata. Vannak tehát fekete gólyás emberek és fehér gólyások. Így van, a fekete gólyások azok kicsit olyan fanatikusabbak, elhivatottabbak, kicsit másabbak, különlegesebb emberek, és kevesen vannak. Ez kevesebben, úgy, mint a fekete gólyák. Igen, valószínű tükrözi az arányokat. A fehér gólya ugye az a településeken egy gyakori madár, egy mindennapos madár. Őt is nagyon sokan szeretik szerencsére, az egy jóval nagyobb hálózat, és abban sokkal több az úgymond laikus ember, tehát ilyen iskolai tanároktól elkezdve a profi ornitológusokig nagyon sokan foglalkoznak vele, és szeretik, kutatják, tehát fehér gólya ilyen szempontból jobb helyzetben van. Ők együtt repülnek Afrikába, vagy csak együtt indulnak el, és minden egyedül boldogul? A fekete gólya valamivel hamarabb kezdi el, és a fekete gólya vonulás közben is magányosabb, de a vonulásnak a mikéntje valahogy csapatokba összeveri őket, ugyanis ők szárazföld felett vonulnak folyamatosan, keresik azokat a felszálló meleg levegő áramlatokat, ami felviszi őket magasba, és aztán onnan siklanak a következőig, és emiatt kénytelenek csapatokba verődni, meg ahogy láttuk a legelső felvételen is, a jó táplálkozó helyeken összegyűlnek. Hát azokban a jó tocsogós vizekben, halban, lárvákban, egyebekben, gazdag vizekben összezsúfolódnak, és megtalálják ezeket a helyeket közösen, de egyébként nem egy klasszikusan csoportban élő madarak. Uh-huh. Van-e hierarchia a gólyák között? Mivel ők nem egy csoportosan élő madár, nem hiszem, hogy, vagy én nem tudok róla, hogy lenne hierarchia, tartják egymástól a távolságot, közösen, nagy csapatban, hát Afrikában ha az ember gólyával találkozik, akkor szinte sosem magányos, hanem mindig nagy csapatokban keresgélnek. Itt az működik egy ilyen információ átadás, hogy az egyik látja, hogy a másik sikeresen csapkod, akkor odaverődik a következő, és az utána következő is. És amikor hazafelé indulnak, a tojó és a kakas, jól mondom, együtt érkeznek vissza a közös fészekre, vagy ez hogy van? A hímeknek mondjuk, a madaraknál a kakas, de az nem állt messze. A hímek érkeznek előbb. Hát a madarak többségénél úgy történik, hogy a hím az, aki előbb megérkezik, teritoriumot foglal. Vagy hát, csak előkészíti a családi fészket, mire megérkezik. Valahogy így, igen. Tehát a családi fészek előkészítése, tatarozása, bemutatása való előkészítése zajlik először. Nagyon érdekes egyébként, hogy Berek gólyánknak már a párja ott van a fészken egy néhány napja. Egy szatmári kollégánk, a Kis István, aki a természetvédelmi őr a területen, ő már látta egy néhány napja. Már megérkezett Bereknek a párja. Bereknek a párja. Uh-huh. Eddig nem tudtuk, hogy Berek híme vagy tojó. Ezt akartam kérdezni, hogy honnan tudtátok? Ezek szerint most már sejtjük, hogy tojó lehet. Uh-huh. Nagyon-nagyon kényelmesen vonul, egyelőre Szudánban van a Nílus mentén. Uh-huh. Nagyon érdekes, öntözött, a sivatag kellős közepén egy nagy sárgaságban műhold felvételen lehet látni. Egy nagy sárgaságban zöld, hatalmas nagy zöld karikák vannak, zöld foltok, ezek ilyen öntözött területek, és ott szedegette néhány napja, és a tegnap indult el, de nagyon ráérősen, hát nem akarom mondani, hogy lustán vonul, de lassan vonul minden esetre. Általában idén tavasszal azt mondhatjuk, hogy megkéstek egy kicsit a gólyák. Vajon miért? Köze van ehhez az időjárásnak? Vagy a... Nem bocsátkoznék fejtegetésekben. Néha szoktuk látni azt, hogy van mondjuk egy erős szaharai vihar, egy ellenszél, ami északról fúj, ami visszatartja őket. Most ebben az esetben nem tudunk ilyesmiről.
magyarországi és németországi jeladós gólyákat is lehet ugyanígy nézni, mint a miénket interneten, és azok is eléggé ráérősen. Tehát a legjobban azt hiszem, hogy magyarországi gólya most nemrég Anatóliába ért el, tehát Törökországban van még. Ők pontosan honnan indulnak? Tehát hol szoktak nyaralni, telelni, bocsánat? Tehát az Egyenlítőtől északra egy picit? Az Egyenlítőtől egy picit délre. Picit délre. Picit délre, ugye a Kelet-Afrikában töltik a, vagy töltött ez az egy madarunk, és ezek a mostani jeladós gólyák. Egyébként leszoktak menni Dél-Afrikáig is. Mostanában, mintha ez a telelő terület egy picit északabbra húzódott, Tanzánia, Kenya környékén. A mi gólyánk egy 200-300 kilométeres körzetben, Tanzániában töltötte a telet. És nagyon érdekes, hogy egy olyan 20 éve körülbelül a fehér gólyáknak lett egy ilyen előtelelő területe valahol Közép-Afrika irányában. Tehát úgy Szudán magasságában elmennek a Csád köztársaság fele, úgy Afrika közepe fele, ugye a Csátó nagyjából Afrika közepén van. Ott töltenek egy pár hetet, és akkor majd onnan indulnak tovább, és mennek le délre. Tehát tesznek egy ilyen hurkót, egy kitérőt. Hány százalékban érkeznek vissza, vagy nem tudod? Tehát falvaink tele vannak fehér gólyával, látjuk, szeretjük őket, nagyon sok házigazdának az udvarán látható. A romániai gólyaállomány, hogy innen kezdjem, nagyjából stabil az utóbbi néhány évben, úgy eléggé jól lehet őket követni, vagy éppen ennek a nagy megfigyelő hálózatnak, meg a sok gólya szerető embernek köszönhetően. Eléggé stabil. A gólyáknak a mortalitása, a halálozási rátája az első évben a legnagyobb. Tehát ebben az első életévben olyan 70-80, néha akár 90%-uk is elpusztul. Igen. És utána aztán, erősödnek utána, meg jobban? Hát aki elhull, addig az elhull, aki meg megmarad, az valószínű sokkal jobb eséllyel marad meg. És hát a gólyák átlag életkora olyan 8-10 év között van, de elélhetnek akár 15-16-18 évet is a gólyák. És hát későn is lesznek ivarérettek 3-4 éves korukban, addig Afrikában maradnak, vagy ott kóborolnak, még feljönnek mondjuk Törökországig, de feljöhetnek akár hazánkig is, de nem költenek, csak itthon. Kóborolnak, keresgélnek, ők is néha csapatokba verődnek, és úgy várják, hogy üresedjen egy hely gyakorlatilag. Az előfordul, hogy néha verebek költöznek a fészekbe, ez nem zavarja a gólyát? Ez egy gyakori eset, nem hinném, hogy zavarja őket. Valószínű, hogy valami előnye. Tehát nem eszi meg a verebeket, vagy nem? Hát lehet, hogy egy nagyon szemtelen veréb, és nagyon, nagyon méla veréb oda megy, akkor a gólya megcsapja és megeszi. Ugye azért a gólyákról úgy zárójelben és halkan mondom, hogy néha-néha állítólag kis csirkéket is összeszednek, de ez szerencsére egy elég ritka eset. És meséltél Berekről, hogy a párja már hazaérkezett, közben az jutott eszembe, ő Afrikában találkozik a párjával? Nem. Ez úgy nagyon érdekes lenne tudni. Hát, ha csak véletlenszerűen nem találkozik, de nem tartanak együtt a párok olyan klasszikus módon, mint a libák esetében például, ahol tudjuk, hogy ezek a párkapcsolatok tartanak életük végéig. Ez a párválasztási rituálé, ceremónia, folyamat, ez minden évben megismétlődik. Nagyon gyakran ugyanaz a tojó. És nem marad ugyanazzal a tojó? Nem, ez nem törvényszerű. Azt hittem, hogy a gólya hűséges állat. Hát a hímő hűséges úgymond a fészkéhez. Uh-huh. A tojó, aki visszajön, az szereti elfoglalni ugyanazt a fészket, de előfordul az, hogy más tojó kerül. Tehát a tojók cserélődhetnek a fészken, a hímek azok sokkal stabilabbak. De folyamatosan vannak ilyen fészekháborúknak hívják őket, amikor jön egy új hím, aki megpróbálja a régi hímet elverni, vagy több hím jön és megpróbálja elverni a régi hímet. Ugye nincsen feltűnő ivari dimorfizmus különbség a nemek között, ezért elég nehéz megfigyelni, hogy most melyik közülük a hím és melyik a tojó. Ugye egy esetben lehet látni, vagy az érkezés alapján, hogy az első az a hím, vagy amikor párzanak, és akkor ugye ki lehet következtetni. Mesélj még a turmenti védett területeket képező akciótokról. Tehát ez Szatmár.
Szatmár megyében, ugye az ukrán-román magyar hármas határ közelében húzódik egy 20 ezer hektáros terület, aminek a központi része az a Túr folyó. Szerintem egyik az utolsó ilyen kis vízfolyásoknak, amelyeknek nagy részét nálunk is, meg a környező országokban is szabályozták, kiegyenesítették, csatornát csináltak belőle, holtágak eltűntek, átalakították termőföldekké. A Túr mentén ez a folyamat még nem jutott előre annyira, persze óriási nagy a nyomás, ezek ilyen alföldi területek egyébként mezőgazdaságnak nem lennének nem hosszak. Alkalmas. Vagy nem lenne rossz? Hát nem lennének annyira rosszak, meg ugye jó legelők is vannak a környéken. A szerencsére kialakult egy ilyen nagyon-nagyon szerencsés mozaik, amiben erdők is vannak, legelők is vannak, szántóföldek is vannak, és vizes területek is vannak. És ez az egyveleg, ez egy olyan gazdag élővilágnak ad otthont, ami szerintem elég ritkaság a környéken. Ott találkozik az Alföld is, az Avas-hegységgel végződik gyakorlatilag a túrmente. Ez számomra nagyon-nagyon kedves vidék. Biológusokon kívül más is tiszteletben tartja, komolyan veszi ezeket a területeket, vagy ezért még folyik a harc? Folyamatos nyomás van ezeken a területeken, és ez egy gyakorlatilag folyamatos figyelést igényel a természetvédelmi terület gondnokaitól, aki már említettem, a Szatmár-Németi Erdély-Kárpát Egyesület. De úgy érzem, hogy egyre többen vannak azok, akik tisztelik és felismerik ezeket az értékeket. Ugye nagyon ügyesen próbálják ezt bevezetni az emberek számára úgy, hogy bicikli utakat szerveznek, akár bicikli, kerékpáros tájékozódási versenyeket is szerveznek, folyamatosan visznek ki gyerekeket, diákokat is a területre, ami mind közelebb hozza őket ehhez a természeti világhoz. Hát a túrmente megérdemel egy külön adást, az egy külön téma. Szabó D. Zoltán, köszönöm, hogy itt voltál, és hát várjuk haza a fehér gólyánkat, Bereket, remélem szerencsésen megérkezik a napokba, gondolom. Én is köszönöm a meghívást.